Jó estét kívánok! Köszöntöm a Nagyatádi Városi Televízió nézőit. Ezen a héten ünnepeljük a Vallások Világnapját. Nagyatádon ez alkalomból ökumenikus istentiszteletekre kerül sor. Adásunkkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várjuk a már megszokott elérhetőségeinken a 0630 342 0092-es telefonszámon, leveleiket pedig a nagyatadivtv@freemail.hu e-mail címre küldhetik. Műsorunk visszanézhető az interneten is. És most lássuk röviden adásunk tartalmát. Kitüntetéseket adott át a megyei közgyűlés Csurgon a megyenap keretein belül. A rendezvényen a nagyatádi főorvos dr. Orbán Csabát is elismerésben részesítette a közgyűlés elnöke. A héten lezárul az első fél év az iskolákban. A nagyatádi szakképző iskolába az alapján nyernek felvételt a diákok, hogy mi is került be a bizonyítványukba. Írásbeli vizsgára készülnek a hatosztályos gimnáziumba jelentkező diákok. A tanulóknak matematika, illetve magyar nyelv és irodalom tantárgyakból kell számot adniuk tudásukról. A Magyar Kultúra Napját ünnepeljük január 22-én. Az alkalomból január 20-án nagyszabású rendezvénnyel készülnek a Kulturális Központ munkatársai. 109 éves lenne idén Vas Albert. Születésének napján egy irodalmi este, valamint szobrának megkoszorúzásával emlékeztek meg a magyar íróra Nagyatádon. A Donkanyarban elesett magyar katonákra emlékeztek meg a Jobbik Magyarország mozgalom nagyatádi alapszervezetének tagjai. Február 4-én kerül megrendezésre az idei sportbál. A rendezvényen a 2016-os év sportolói elismerésben részesülnek. Forradt borfőző versenyt és kóstolót rendeznek a Jókai lakótelepen a Szánkózó dombjánál január 22-én vasárnap. Nagyatádon is megjelent a Szabad Fogas nevű jótékonysági akció. A kezdeményezés lényege, hogy a rászorulók ingyenesen elvihetik a kiakasztott kabátokat. Január 20-ával lezárul az első fél év az általános iskolákban és a középiskolákban. Míg az egyes intézményekben felvételihez kötött a továbbtanulás, addig van olyan iskola is, melyben csak a tanulmányi átlag alapján dől el, hogy hova nyernek felvételt a diákok. Lassan elérkezik a pillanat, amikor a 8. osztályos tanulóknak el kell dönteniük, hogy melyik iskolában is szeretnék elkezdeni a középiskolai tanulmányaikat. Január 20-án lezárul az első fél év minden iskolában, míg másnaptól már megkezdődnek az általános felvételi eljárások. A nagyatádi szakképzőiskola idén is várja azokat a tanulókat, akik képzéseik közül választottak. Az intézményben nincs központi felvételi, a diákok a tanulmányi átlaguk alapján nyerhetnek felvételt az iskolába. Ez egy nagyon fontos időszak a gyerekeknek is, a szülőknek is, mert több évre kihat a döntésük. Nagyon meg kell gondolni, hogy milyen képzést, milyen iskolát választanak. Iskolánk több szakmát tud kínálni az általános iskolai tanulóknak, nagyon jó szakmákat tudunk kínálni. Vendéglátó szakmáink eddig is nagyon kelendőek voltak a tanulók körében. Amint lezárul az általános felvételi eljárás, április közepe felé az intézmény kiértesíti a diákokat és szüleiket, hogy felvételt nyertek-e az iskolába. A beiratkozásra pedig a tanév végén kerül majd sor júniusban.
iskolánkban úgy működik, amikor kimegy a tájékoztató levél, hogy felvételt nyert, vagy nem nyert felvételt, akkor abban a levélben egyben egy tájékoztató levelet is, egy tájékoztatót is küldünk a szülőknek, hogy mikor lesz iskolánkban a beiratkozás, előtte orvosi vizsgálat, mit kell hozni a beiratkozásra, tehát mindenről akkor tájékoztatjuk a szülőket. A meglévő szakok mellett a 2017-2018-as tanévtől új képzéseket is indít az intézmény. Most szeptembertől a cukrászképzést szeretnénk elindítani, reméljük, hogy lesz is annyi jelentkező. Előre láthatólag a tapasztalatok azt mutatják az iskola látogatások alapján, hogy több tanuló érdeklődik a cukrászképzettség, illetve a szakma iránt, úgyhogy reméljük, hogy a vendéglátós irányvonalat még jobban tudjuk erősíteni. A fiúknak, amit tudunk kínálni, az általános iskolás fiúknak az ipari gépész, illetve a festőszakma mindkettő szeptembertől hiányszakképesítésnek számít, és mindkettőben ösztöndíjat kapnak, tanulmányi ösztöndíjat a tanulók. Első fél évben mindenki 10 000 forintot, és második fél évtől már tanulmányi átlag alapján akár 35 000 forintos ösztöndíjat is kaphatnak a gyerekek. A kőműves képzést is szeretné elindítani az iskola, melynek feltétele, hogy megfelelő létszámmal jelentkezzenek rá a 8. osztályos tanulók. Az intézményben szakgimnáziumi képzés is működik, melyen a tanulók érettségit szerezhetnek meg a 4. évük végén. A szakmai elmélet mellett szakmai gyakorlattal is bővül a fiatalok tudása. Szeptembertől induló képzéseknél a leérettségizést követően pedig egy szakképesítést is szerezhetnek a tanulók. Az igazgató egy példával mutatta be, hogy is néz ki pontosan a 4 éves képzésük. A vendéglátás szervező szakgimnáziumi képzésre, aki beiratkozik, 4 év után érettségit kap, de megkap egy pincér szakképzettséget, és ha itt marad még 1 évet, akkor egy magasabb szintű vendéglátás szervező szakképzettséget lehet szerezni. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon jók ezek a szakmák, amivel aztán későbbiekben el tudnak helyezkedni a gyerekek. Hogy könnyebb legyen a választás, a tavalyi évben nem csak a 8. osztályos tanulóknak, de az általános iskolák vezetőiknek is tartottak egy tájékoztató napot a nagyatádi szakképzőben. A programot 2016-ban első alkalommal szervezték meg, de az iskola szeretne hagyományt teremteni a szakmai összejövetelből. Az idei tanévben próbáltunk egy olyan kapcsolatot kiépíteni az általános iskolákkal, hogy jobban megismerjük egymást, a tapasztalatainkat meg tudjuk osztani, és ezért decemberben szerveztünk egy olyan kis rendezvényt, vendégül láttuk az általános iskolák igazgatóit, hívtuk meg helyetteseket, illetve felsős osztályfőnököket, amin több általános iskola részt is vett szerencsére. Nagyon jól éreztük magunkat, bemutattuk kicsit az iskolánkat, hogy a képzésünk milyen, illetve az iskola épületét is, mert többen nem is jártak még az iskolánkban, hogy ők aztán tovább tudják adni az általános iskolás tanulóknak. Az intézményben azonban nem csak a 18 év alattiak tanítatása folyik. A felnőtt oktatásban pincér és szakácscsoportokat indított az iskola, de érettségire való felkészítést is vállalnak a szakképző pedagógusai. Ugyanúgy iskolarendszerű, ugyanúgy ingyenes képzés, a második szakma is ugye ma már ingyenes. Tehát ezek futnak is, illetve tervezzük akár most keresztfél évvel, ha van megfelelő jelentkező, de szeptembertől várjuk ugyanúgy a felnőtteket 2 éves esti ingyenes képzésekre. A másik vonal pedig a felnőtt képzés. Úgynevezett GINOP-os pályázatokkal nyerünk ilyen lehetőséget, hogy tanulhatnak nálunk felnőttek. Jelenleg, ami fut, 2 tanfolyam itt helyileg az iskolánkban, intézmény takarító, illetve egy virágkötős csoportunk van. A felnőtt képzésben résztvevők száma közel 30 fő. Nem csak Nagyatádon van lehetőségük tanulni a 18. életévüket betöltötteknek, de Csurgon is ismerkedhetnek a virágkötés technikáival. A református kisvárosban azonban élelmiszervegyi áruálladó csoport is működik. A felnőtt oktatásban résztvevők heti 3 órán át tanulnak, melyeket délutánonként tartanak meg számukra a pedagógusok. Azok, akik a felnőtt képzést választják, minden nap a délelőtti órákban vesznek részt a tanfolyamon. Ám nem csak a tanulásról szól a diák élet. Az iskola a második fél évtől is számos programmal készül a tanulóknak. A hagyományos rendezvények mellett olyan programokat is szerveznek a pedagógusok, melyek tartalmát a tanulók a mindennapi életben is hasznosítani tudják. A legközelebb eső programunk az a szalagavató lesz, február 24-én kerül sor a szalagavatónkra. Március-április hónapban úgynevezett témaheteket szervezünk. Az egyiket úgy hívják, hogy pénzhét. Ezen a héten, amit központilag jelöltek meg,
Azon a héten pénzügyi előadásokat szervezünk, illetve egyéb olyan programokat, amivel a gyerekeknek a vállalkozási pénzügyi ismereteit tudjuk bővíteni. Nem minden olyan, ami oktatással kapcsolatos, hanem játékos formában. Tehát itt egy egész hétre szervezünk majd programokat. Egy fenntarthatósági témahéttel is készülnek a diákok számára, melynek keretein belül nem csak előadásokat hallgathatnak meg a fiatalok, akik egy egészségnapon is részt vehetnek. Áprilisban pedig a hagyományos szakinapon színvonalas játékos programmal, valamint főzőversennyel kedveskednek a pedagógusok a tanulóknak. Már csak néhány napjuk maradt a hatosztályos gimnáziumba jelentkező diákoknak arra, hogy felkészüljenek a központi írásbeli vizsga. A tanulóknak matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból kell számot adniuk tudásukról. A nagyatádi gimnáziumban is több tucat fiatal írja majd a feladatlapot szombat reggel. Január 21-én délelőtt 10 órakor kerül sor a 6 osztályos gimnáziumba jelentkező tanulók központi írásbeli vizsgájára. Ez a megmérettetés minden 6 év folyamos képzésre jelentkező diák számára kötelező az egész országban. A vizsgára december 9-éig kellett jelentkezniük a hallgatóknak a megfelelő jelentkezési lap kitöltésével. Mi ezeket a jelentkezéseket vittük fel. A vizsga előtt fogunk 3 nappal elmenni a központi írásbeli feladatokért a kaposvári pokba, onnan hozzuk el, páncélszekrénybe tároljuk, és csak a vizsga előtt bonthatjuk fel szigorú feltételek között. A központi írásbeli vizsgát ott lehet megszervezni, illetve ott kell megszervezni, ahol ilyen képzést indítanak az intézmények. Például azt meg lehet tenni, hogy nálunk írja meg valaki a 6 év folyamos gimnáziumra jelentkezőt, és Kaposvárra megy, de ez fordítva is lehetséges. Nekünk az a nagyon lényeges, hogy időben jelentkezzen a diák, ezt a rendelet előírja, őket fölvisszük egy központi szoftverbe. Az írásbeli vizsga január 21-ére esik, amelyen a tanulóknak szükségük lesz toltartójukra, vonalzójukra és diákigazolványukra. A tanulók kapnak egy feladatlapot, amit az írásbeli napján kell kitölteniük. Ennek az eredményét fogják egy központi adatbázisba feltölteni a pedagógusok. És így fogjuk kinyomtatni ezt az eredménylapot, amit a diákok megkapnak. Szintén javítási útmutatóval, nagyon precíz javítással, minden pontnak jelentőségem. A vizsga 2 fő részből áll, egy magyar nyelv és irodalom, valamint egy matematika tantárgyból. A diákoknak 2x45 perc áll rendelkezésükre a feladatlapok kitöltésére. Mind a 2 vizsgára 50 pontot szerezhetnek a diákok, és a felvételi eredményben 50%-os mutatóval fog beszámítani. A vizsgáról szóló eredményt megtekinthetik a diákok a következő héten, csütörtökön, 26-án, reggel 8 órától 16 óráig. Ha netalán valakinek észrevétele van, akkor azt még a következő nap is megteheti. Az eredményt február 9-ig közlik majd a diákokkal és a szüleikkel. Ezt követően egy adatlapot kapnak a hallgatók, melyet a jelentkezési lapjuk mellé kell csatolniuk. Fontos azonban, hogy csak a 6 osztályos gimnáziumba jelentkezőknek kötelező a központírásbeli vizsga. A 9. évfolyamba jelentkezőknek a tanulmányi eredményüket veszik figyelembe a pedagógusok. A felvételi eljárásnak a tanévrendjéről szóló rendeletben előírt határidői vannak. Előtte, február 15-e előtt csak a 6 év folyamos gimnáziumba jelentkezőknek van feladatuk. Február 15-éig kell minden középiskolába jelentkezőnek leadni a felvételi lapját. A központi írásbeli vizsgát követően az egyik legfontosabb dátum a szülők és a diákok számára március 10-e lesz. Március 10-én ugyanis közé tesszük az ideiglenes felvételi jegyzéket, ahol a jelentkezés sorrendjét meg tudják nézni, hányadik helyen állnak a diákok. Csak az oktatási azonosítójukat fogja ezt tartalmazni, tehát neveket nem érdemes keresni, de minden szülődiák ezt tudja és meg fogja tudni találni. De hogy mikor lesz végleges felvételi döntés, az csak április 26-án fogják a gyerekek megtudni, ugyanis egy diák több helyre is jelentkezhet, és ezt szintén központilag fogjuk majd visszakapni, hogy végül is az egyes képzéseinkre kiket tudunk fölvenni. Horváth Attila 2017-2018-as tanévben induló gimnáziumi képzési lehetőségeket is kiemelte. A 6 évfolyamos gimnáziumi képzésen kívül indítunk még a 9. évfolyamra jelentkezőknek nyelvi, illetve emelt óraszámú nyelvi gimnáziumi képzést, rendes gimnáziumi tagozatot, amit azt mondhatni, hogy a normál gimnáziumi tagozat, illetve 5 szakgimnáziumi képzést, amit régen szakközépiskolai képzésnek neveztünk, bár azért
kettő nem pontosan ugyanazt akarja, ezek pedig az informatika, a gépészet, a közgazdaság, az egészségügy és a pedagógia. Január hónapban az írásbeli vizsgákon kívül több feladat hárul az intézmények pedagógusaira, hiszen a félévi bizonyítványosztás ideje is január végén van. Január 20-án zárul az első fél év. Ezen alapon nálunk lesz egy osztályozó értekezlet, ahol véglegesen megállapítjuk a félévi jegyeket. Ezt követően pedig a következő héten 27-éig kell értesíteni a tanulókat a félévi eredményről. Ezután még egy félévi értekezletet is kell tartanunk, majd ezt követően már is belelépünk az érettségi jelentkezések és a felsőoktatási jelentkezéseknek a feladat körébe. Nagyon nagy valószínűséggel nagyon sok érettségizőnk lesz ismét, 5 osztályunk fog végezni, illetve a informatikából és nyelvből elég sok előrehozott érettségizőre számítunk. A törvényi változások miatt az önkormányzati működtetés 2017. január 1-től állami fenntartásba kerül. A működtetés átvétele többletfeladatokat, többletfigyelmet fog okozni nekünk. Nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk, hogy zavartalan legyen az átvétel után is. A fenntartó, illetve az iskola vezetősége biztosak abban, hogy ezekből a változásokból a diákok és a szülők a mindennapokban folyamatosságot és jó színvonalú oktatást fognak csupán érzékelni. Míg a megye hét első napján ünnepélyes keretek között vonták fel a somogyi zászlót Kaposvárott a vármegyeházára, addig a második napon Csurgón ünnepelt a Somogy megyei közgyűlés. A rendezvényen számos tüntetés is átadásra került, jutalmazva azokat, akik tettek a megye előrehaladásáért. Elismerésben részesült dr. Orbán Csaba nagyatádi főorvos is. Kiállításokra, előadásokra és a Somogyi Értékdíj átadására is sor került a megye hét keretein belül. 519 éve kapott Somogy megye címert és pecsét használati jogot II. Ulászló királytól, mely adományok az itt élők hűségét és áldozatkészségét szándékozta hirdetni. Volt is mire büszkének lenniük a somogyiaknak, hiszen a többi megyét fél évszázaddal megelőzve elsőként részesült ilyen elismerésben Somogyország. Az évforduló alkalmából minden esztendőben vízkeresztkor tartjuk a megye napját. Idén az ünnepi közgyűlést a Csurgói Csokonai Közösségházban tartották meg. A rendezvény a somogyi huszárok bevonulásával vette kezdetét, majd felcsendült a himnusz, melyet jeltolmás fordított a siketek és nagyot hallók számára. Ezt követően Csurgóváros polgármestere Füstös János köszöntötte a meghívott vendégeket. A megyenapon Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke is tiszteletét tette, s ünnepi beszédében az összetartozásról beszélt. Elmondta: ahhoz, hogy a szebb világ és a nyitottabb élet megmaradjon, szükségünk van egymásra, ahogy hitre, reményre és szeretetre egyaránt. A püspök bölcsességet, áldást és békességet, erőt a próbatételekhez és reményt kívánt a somogyi polgároknak. Steinbach Józsefet követően Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a jelenlévőket, majd a kitüntetések átadásával folytatódott a megye nap. Az elismeréseket Bíró Norbert adta át azokat a személyeket vagy kollektívákat jutalmazva, akik olyan kiemelkedő tevékenységet nyújtottak, mellyel a megye fejlődését szolgálták. Elsőként a Balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egylet 2 tagja kapta meg a megye legmagasabb elismerését, a kitüntető díjat, valamint a címerrel díszített aranygyűrűt. Ám a Somogy polgáraiért posztumusz díjjal is kitüntettek egy elhunyt gyermekorvos tüdőgyógyászt a rendezvényen. 2017-ben összesen 20 Somogy polgáraiért díjat osztottak ki pedagógusoknak, polgármestereknek, művészeknek, vállalkozóknak, igazgatóknak, a sportban jeleskedőknek, valamint a hagyományőrző nyugdíjas egyesületeknek. Az ünnepségen a nagyatádi főorvos dr. Orbán Csaba is megyei elismerésben részesült. Nagyon jó érzés volt itt ülni egy tényleg elit társaságban. Azt gondolom, hogy mindig kellenek az ilyen megerősítések, és hát azt gondolom, hogy nem csak én kaptam ezt, hanem nyilván az egész közösség. Úgy érzem, hogy ők is osztoznak ebben az örömben. Dr. Orbán Csaba nem csak a nagyatádi kórház főorvosa, de a Csurgói Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ vezetője is. A központ azon munkálkodik, hogy a kistérség betegei is épp olyan ellátásban részesüljenek, mint bármely más nagyvárosban. Az intézmény célul tűzte ki az egynapos sebészeti ellátásokat is. Éppen azon gondolkodtam, hogy ezt az oklevelet, amit kaptam, fel fogom tenni majd az iroda falára, hogy mindig lássuk és mindig tudjuk visszaidézni ezt a jó érzést, hogy valóban egy megyei elismerésben részesültünk. A nagyatádi főorvos elmondta:
Bízik abban, hogy kollégáival együtt tudják folytatni a megkezdett munkát, s hogy a megyenapon kapott elismeréssel megerősítést nyernek arról, hogy jó úton járnak. Ám dr. Orbán Csaba beszélt arról is, hogy mi motiválta, hogy az orvosi hivatást válassza. Azt gondolom, hogy ez egész kisgyerekkoromban már bennem volt, hogy a beteg állatokon, meg hát a beteg embereken segíteni. Először állatorvos szerettem volna lenni, és aztán váltottam arra, hogy orvos szeretnék lenni, és azt gondolom, hogy most is ez a napi munkában, éppen az éjjel ügyeletes voltam, és napi munkában is vannak kudarcok is, de vannak sikerélmények, és ezekből a sikerélményekből tudunk táplálkozni, és utána egy darabig ez hajt minket, és tudjuk csinálni a napi kemény munkát, mert azért ez nem mindig nagyon könnyű. Tehát ez szerintem egy kemény munka. Ez egy nagyon szép hivatás, én pillanatig sem bántam ezt meg, és szeretem csinálni most is. Dr. Orbán Csaba nem egy civil szervezet vezetői feladatait is ellátja Nagyatádon, hiszen számára nem csak a családi és szakmai kötelességei számítanak, azonban még a közösségért végzett munkájában is a hivatásának él. Azt gondolom, hogy mindenkinek fontos. Hát így a szilveszter körül az ember úgy végig gondolja, hogy vannak a családi dolgai, vannak a szakmai dolgai, de vannak a közéleti munkák is. Azt gondolom, hogyha valaki eljut egy szintre, kutya kötelessége az, hogy a közéleti tevékenységbe is beszálljon. Most nekem ez a Nagyatádi Erdélyi Kör meg a Szívegyesület, és a Szívegyesületben pedig most országos szinten is szerepet kaptam. Tehát ez is egy olyan dolog, ami meggyőződésem, hogy az orvosláson belül a megelőzést kellene jobban segíteni. Hát meg kéne előzni ezeket a betegségeket, nem csak utánuk futni és a gyógyítással foglalkozni, mert hát hatalmas energiák elmennek a nagyon heroikus műtétekre, de sokkal jobb lenne és költséghatékonyabb, hogyha ezeket meg tudnánk előzni. Ám nem csak a testépségünk megőrzése és a betegségek megelőzése lenne a fontos. Most ez a munka, hogy tényleg tanítsuk az embereket, hogy hogyan lehet egészségesen élni, Ez nagyon érdekes, és ebben nagyon sok fantáziát látok. Tehát magát az egészséget, testi, lelki, szociális egészséget és a spirituális egészséget is el kéne érni. Tehát ez egy komplex dolog, és csak úgy lehetünk boldogok, hogyha ezt megtanuljuk valóban. Azt látom a környezetemben, hogy nem igazán tudnak az emberek úgy élni, hogy boldogok tudjanak lenni. Pedig lenne lehetőségük. Ez tanulható, és hogyha tudunk előadásokban segíteni nekik, az nagyon jó. Az ünnepségen Bíró Norbert összefoglalta beszédében, hogy miért is fontos, hogy a megye fejlődését előrelendítő személyeket jutalmazza a közgyűlés. Címerünk, adottságaink és dicsőtetteink mellett az összetartozás szimbóluma is. Azért az összetartásé, melyre talán soha nem volt még ilyen szükség az elmúlt években. Olyan napokat élünk, amikor csak az összefogás segít, amikor csak úgy maradhatunk erősek és függetlenek, ha a címerünkben megjelenő összetartozás kiterjed a szívekre is. A rendezvényt a Major András által vezetett Kaposvár helyőrségi zenekar, Kovács Mátyás, Bence Ilona, a csurgói származású Jászai Mari díjas érdemes művész, valamint az Oberin társulat színesítette produkciójukkal. Szaladgálás. Felesleges papírmunka helyett nyisson ügyfélkaput, és intézze otthonról adóügyeit. Az ügyfélkapu mindig nyitva van. Sőt, 2017-től kérevallása is ügyfélkapun érkezhet a NAV-tól. Készült a Nemzeti Adó és Vámhivatal megbízásából. Hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Sportbál Nagyatádon. Mint minden évben, úgy idén is a város sport életét támogathatják azok, akik részt vesznek a rendezvényen. Az év sportolói 2017-ben is elismerésben részesülnek a bált megelőző ünnepélyes díjátadón.
Február 4-én 19 órakor kezdetét veszi a 2017-es esztendei Sportbál Nagyatádon. A városi sportcsarnokban megrendezésre kerülő rendezvény a hagyományos, azonban a díjazás az eddigi évektől eltérő módon zajlik majd, nagyobb szerepet osztva az egyesületeknek. Egy eredményhirdetéssel, díjkiosztással kezdődik a bál, ami tulajdonképpen az előző év, a 2016-os év eredményei alapján kiválasztott legjobb sportolókról szól. Őket szeretnénk itt díjazni, de az idén egy picit rendhagyóbban, kicsit máshogy, mint az előző években. Annak elbírálása, hogy kik kapják az év sportolói jelöléseket, idén három fő szempont alapján történik. Ide tartoznak a nemzetközi eredmények, a nemzetközi, valamint a hazai versenyek. Éppen ezért azzal a kis csapattal, akik a verseny eredmények elbírálásában részt vesznek, akik az egyesületek jelölései alapján eldöntik, hogy kik legyenek ebben az évben az a gyerekek, felnőttek, akik itt díjat fognak kapni a sportbálon, azokkal egyeztettünk, és egy olyan javaslatot terjesztettünk az egyesület vezetői felé, hogy az idén egy picit más rendszerbe osszuk ki a legeredményesebb sportolóknak a díjakat. 2017-ben sportáganként díjazza majd a zsűri a legeredményesebb versenyzőket. Ezek alapján jelöléseket adtak le a legjobb felnőtt férfi, női és a legjobb utánpótláskorú versenyzőkre. Ez utóbbi kategóriát a bírák két részre osztották. Az egyik a 14 év alatti korosztály lett, a másik pedig a 14-18 év közötti korosztály. És mi ezeket külön szeretnénk az idei évben díjazni, tehát lesz egy olyan, hogy az Nagyatádon a legjobb kézilabdás 2016-ban XY felnőtt és utánpótlás két kategóriájában. Tehát lesz egy ilyen díjazás, és természetesen az egyesületek által leadott nevek közül a bizottságunk eldöntötte, hogy kik lesznek az év sportolói Nagyatádon, ők pedig szintén külön lesznek díjazva. Azok, akik elismerésben részesülnek, egy emlékplakettet és egy oklevelet vihetnek haza, míg a legek egy sportszervásárlási utalványt is kapnak a jutalmuk mellé. A szervezők a bál bevételéből az utánpótlás korosztály versenyeztetését szeretnék támogatni, ahogy az egyesületek munkáját is, de az edzés lehetőségeket, versenyekre való eljutást is biztosítani szeretnék. Mindemellett egy sportágválasztót is terveznek az egyesületek vezetői. A tavalyi évben nagyon sikeres volt, és szeretnénk az idén is erre fordítani, hogy minél több kisgyerek és szülő lássa, tudja, hogy milyen egyesületek működnek Nagyatádon, és hova mehetnek el, hova vihetik az óvodás, kisiskolás korú gyereküket kipróbálni a sportágakat, megnézni, hogy miben ügyesek, mihez van kedvük, és azt hiszem a legnagyobb és legfontosabb dolog, hogy minél egészségesebben éljenek, mozogjanak, hogy felnőtt korukat is úgy éljék, és így vigyék tovább majd egész élethosszig, nem csak tanulni lehet, hanem sportolni is. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a bálra. Várjuk, hívjuk azokat a sportot szerető embereket, akik támogatni szeretnék azzal is, hogy eljönnek és jegyet vásárolnak, és nem csak a résztvevők, hanem pártoló jegyeket is lehet vásárolni. A díjazás után vacsorával várják a vendégeket, akik három menü közül választhatnak. A szervezők egy meglepetés műsorral is készülnek, mely megnyitja az idei sportbált. Ezt követően pedig kezdetét veszi a táncmulatság, melyhez Bozsányi Gyula és barátai szolgáltatják a zenét. A bálon tombola sorsolás is lesz, melyre még várják a felajánlásokat a szervezők. Részvételi szándékukat a város sportegyesületeinél jelezhetik, míg jegyeket a sportcsarnokban vásárolhatnak. A belépő 3000 forint, míg a támogatói egy 500 forint. Csak pár nap kellett és országos méretűvé vált, köztük már Nagyatádon is felütötte a fejét. A Facebookon szerveződő jótékonysági akció a Szabadfogas nevet viseli, minek lényege, hogy minél több helyre, minél több kabáttal kerüljön egy fogas, hogy a rászoruló felvehesse azt. Imáron Nagyatád is csatlakozott az akcióhoz, s a kabátokat bárki hozhatja, vagy viheti a Művelődési Ház kávézója melletti kiállított pontra. Láttuk, hogy nagyon sok nagyvárosban jól működik ez az akció, mivel hogy nagyon hideg van, sok helyre raktak ki ilyen kabátot, illetve vittek is el.
és ebből adódott az ötlet, hogy kéne egyet Nagyatádon is csinálni. A héten nagyon hideget mond még, illetve az előjelzésnek hinni lehet, akkor még a jövő héten is kint lesznek a kabátok. Ezt az akciót elsősorban a művelődési ház igazgatórjának köszönhetjük, aki engedélyezte azt, hogy kirakjuk ide a fogast, illetve a fogast is felajánlotta, illetve a polgármester úr engedélyezte azt, hogy a közterületen ki legyen, aki ezt egy nagyon jó ötletnek tartotta, és azt mondta, hogy bármi nem ilyen ötletünk van, abban ő mindig támogatást fog nekünk nyújtani. Természetesen ezekre a kabátokra vigyáznak, a környezeti tényezők nem fogják befolyásolni minőségüket, a kulturális központ alkalmazottai minden reggel szorítanak időt a fogas kihelyezésére, és elmondásuk szerint a hideg elmúltával is felhasználják majd a megmaradt kabátokat. Visszaadni semmiképp nem szeretnénk senkinek, azt gondolom, hogy ezt mindenki azért adta, mert hogy felajánlásnak szánta, úgyhogy valószínűleg a Caritasnak fogjuk átadni a megmaradt kabátokat. Hoztak már kabátot többen is, illetve a mai nap folyamán már tudom, hogy több helyről fog érkezni kabát, illetve ha jól tudom, akkor tegnap már vittek is el kabátot, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy a kezdeményezés jó, és ezek szerint szükség van rá. A szükség nagy úr, és Országos Meteorológiai Szolgálat szerint is jó, ha lehet mások segítségére támaszkodni. Ugyanis az idei tél alatt még visszatérhetnek hozzánk az extrém hidegek. A szervező elmondása szerint, amíg az időjárás változatlan, addig a szabad fogas létezése is az marad. Elhunyt Tamás Lajos, a Baba József Általános Iskola egykori igazgatója. 1935. március 23-án született Nagyatádon. Fiatal korában három sportágban jeleskedett. A kaposvári Kinizsiben futballozott, a Fáklyában tornázott és a Meteorban atletizált. Tanítóként 1954-ben kezdte meg pályafutását Gyékényesen, majd 1957-ben saját kérésére a Nagyatádi Általános Iskolába helyezték át. Munka mellett szerezte meg testnevelőpedagógus szakos tanári végzettségét. 1979-től az 1-es számú általános iskola igazgatóhelyettese, majd 1985-től a 3-as számú általános iskola, a későbbi Baba iskola első igazgatója volt. Rengeteget mesélték nekem a szülők a babairól, mert apámnak babai által írt könyvei. A Mi 22-en aztán Rózsafabot című könyve megvolt, és így, hogy mondjam, közelebb éreztem babait, úgy, mint törzsgyökeres nagyatádi. Így jött az, hogy babairól nevezzük el. 11 éven át vezette az intézményt. 1991-ben bevezette a mindennapos testnevelést, melynek köszönhetően el is nyerte a testnevelésben és sportban kiváló iskola címet az intézmény. Nyugdíjása után 2000-től még 3 éven át vezette az újonnan megnyílt városi sportcsarnokot. Hosszú évtizedeken át aktívan részt vett a diák sportélet szervezésében. A Somogy megyei diák sporttanácsnak, majd szövetségnek 20 éven át elnöke volt, visszavonulása után pedig tiszteletbeli elnöknek választották meg. Tamás Lajos 2017. január 3-án 82 évesen hunyt el. Temetése január 20-án 14 órakor lesz a központi temetőben. 1943. január 12-én kezdődött a II. Világháborúban a szovjet vörös hadsereg támadása a Donkanyarban, amelynek során szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős II. Magyar hadsereg. Rájuk emlékeztek a Jobbik Magyarországért mozgalom nagyatádi alapszerzetének tagjai, és azok, akik részt vettek a rendezvényen. A II. Magyar hadsereg 200 ezer katonáját német követelésre, kormányközi egyezmény alapján küldték ki az orosz frontra, akik közül nagyon kevesen térhettek haza. A Dóni katasztrófa a magyar hadtörténet legnagyobb veresége volt. A megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda a mínusz 40 fokos orosz télben. Rájuk emlékeztek a megjelentek a II. Világháborús emlékműnél. 74 esztendővel ezelőtt a magyar II. Hadsereg, amelyet kivezényeltek a Donhoz, elszenvedte történelmünk egyik legnagyobb, legmegrázkódtatóbb vereségét. Ezeknek az ott elesett embereknek, áldozatoknak és hősöknek a lelkei, mondhatni, hogy itt bolyonganak közöttünk, akár csak a 20. század embergyilkos diktatúrjáinak, áldozatainak emlékei, valamint a 20. század hatalmas nagy kataklizmáinak, áldozatainak emlékei. Azt gondoljuk, hogy ezzel a kis megemlékezéssel, a megemlékezés mécseseinek fényével megpróbáljuk őket hazavezetni a domb mellől ide, hogy végre nyugtot lejjenek itt a szülőföldjükön, ahonnét elvezényelték őket akaratuk ellenére, hogy áldozattá váljanak egy olyan háborúba, amit sem a magyarság, sem pedig ők, mint egyszerű bakák nem kívántak.
A megemlékezésen Simonné Tóth Mária Erzsébet köszöntötte a megjelenteket, akik a szakadó hóesésben mécsesekkel és virágokkal a kezükben tisztelegtek az idegen földön, idegen érdekekért elesettek előtt. A Jobbik Nagyatádi alapszervezete rendezi ezt a megemlékezést. Önkormányzati képviselőasszonyunk Simonné Tóth Mária hívott meg ezen alkalomból engem, és természetesen a Jobbik országgyűlési képviselőjeként kötelességemnek éreztem, hogy eljöjjek, és fejet hajtsak én is az áldozatok emléke előtt. Ander Balázs országgyűlési képviselőként és történelem tanárként is szólt a programon. A Dónkanyarban kétszer annyi ember halt meg, mint a Mohácsi csatában. Szerinte erről az értelmetlen, több százezres áldozatot követelő 74 évvel ezelőtti eseményre mindenképpen emlékezni kell. Az országgyűlési képviselő beszédét követően a II. Világháborús emlékmű talpazatán helyezték el a megemlékezés lángjait és virágait a Jobbik Magyarországért mozgalom nagyatádi szervezetének tagjai és szimpatizánsai. A Vas Albert Emlékeze Alapítvány idén is irodalmi est keretein belül emlékezett meg az íróról. Több éves hagyomány, hogy az alapítvány tagjai igyekeznek megismertetni a magyar irodalom értékeit kötetlen beszélgetés formájában a hallgatósággal. 109 éve született Vas Albert. Mint minden évben az író születésnapján, idén is összeült a Vas Albert Emlékezete Alapítvány, hogy megemlékezzen az erdélyi magyar íróról. Kovács Géza és társai már több éve rendeznek hasonló felolvasó délutánokat, melyek során írókról, költökről vagy a magyar történelem jeles eseményeiről emlékeznek meg. Annak a polgári társaságnak a gondolatát, szellemiségét ápolni és tovább életben tartani, akik pontosan 10 évvel ezelőtt úgy határoztak, hogy Székely udvarhelyen, Doborparkban lévő Vas Albert szobor másolatát itt Nagyatádon is felállítják, elkészítetik ifjú Blaskó János szobrászművésszel, és azóta itt van ez a Vas Albert szobor, tehát egy íróról beszélünk, ebben az esetben egy magyar íróról, aki természetesen verseket is írt, regényeket is írt, gyönyörű szép novellákat írt. 2017-re Arany János emlékévet hirdetett az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia. A Vas Albert Emlékezete Alapítvány is csatlakozik a kezdeményezéshez, és idén kiemelt figyelmet fordít majd arra is, hogy minél több fiatal ismerhesse meg Arany János munkásságát is. Úgy gondolom, hogy ha mi Arany János személyiségét a mai nagytádi diákoknak az érdeklődéséhez közelítjük egy kicsit, és ha azt meg tudnánk valósítani, hogy úgy figyeljenek oda olyan kíváncsisággal és építő, alkotó energiával, mint ahogy láttam most a karácsony előtti művelődési házi fellépésükben, akkor nagyon nagy remény van. Az összejövetel végén Vas Albert szobra előtt is lerótták tiszteletüket az összegyűlt irodalombarátok, és elhelyezték az emlékezés koszorúit a szobor talpazatánál. Óta ünnepeljük január 22-én a Magyar Kultúra Napját. Nagyatádon több éves hagyománya van a rendezvénynek, melyre az idei évben is készülnek a Kulturális Központ munkatársai és kultúrcsoportjai. Megkezdődött a 2017-es év a Nagyatádi Kulturális és Sportközpontban is. Az intézmény idén is változatos programokkal kedveskedik majd a közönségnek. Minden évben az első jelentősebb program intézményünk életében a Magyar Kultúra Napja. Számunkra, a kultúra munkásai számára ez az egyik legfontosabb program, melyet immár hagyományosan minden évben munkával ünneplünk. Az intézmény életéhez számtalan művészeti csoport, együttes kapcsolódik. Színvonalas vendégelőadóink mellett közülük kerülnek ki a műsor résztvevői.
A teljesség igénye nélkül a műsorban közreműködnek a már ismert néptánc együtteseink, könnyűzenei előadóink, de például szerepel mellettük egy új kis csapat is, a Music Box Társulat. Karácsonyi műsorunkkal léptek először színpadra, ekkor ismerhette meg a nagyatádi közönség. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük januárban, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz kéziratát. Ezen a napon az egész országban a kultúra kerül a figyelem középpontjába, s nincs ez másképp Nagyatádon sem. Az eseményen Orma István polgármester mond ünnepi beszédet, majd a helyi művészeti csoportok műsorát láthatják az érdeklődők. A hagyományőrző néptánc csoportok mellett helyet kapnak a kortárs zenét játszó együttesek is. Hogy a műsorról egy másik kulisszatitkot is eláruljak, két zenekarral és két néptánc együttessel dolgozunk, a Quimby és a Csík zenekar Most múlik pontosan című dalának koreográfiáján. Ez lesz a műsor reményeink szerint látványos fináléja. A közművelődési szakemberek már a hónap első felében azon dolgoztak, hogy elkészüljön a város egész éves kulturális programterve. Minden évben ez az esemény szolgál arra is, hogy találkozunk a művészeti csoportjainkkal, vezetőikkel, és átadjuk számukra az éves programtervünket, melyet lényegében velük együttműködve állítottunk össze. Idén is lesz havonta mozi, diszkó, két havonta rockkocsma, negyedévente Duma Színház. A rendszeres szórakoztató programok mellett az olyan évek óta megrendezésre kerülő, immár hagyományos kulturális események is szerepelnek a programterben, mint a Magyar Költészet Napja, a Múzeumok Éjszakája vagy a Magyar Dalnapja. Minden kedves érdeklődőt nívós műsorral várunk a Kulturális Központ Színház termébe január 20-án pénteken este 17 órára. A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepség után táncházzal várjuk kedves vendégeinket. Az élőzenét a Bojtár Népzenei Együtt szolgáltatja. A belépés ingyenes. Egy új rendezvénnyel készül a Prolog Alapítvány a városlakók számára. Bár először a gyerekeknek szerettek volna kedveskedni a tagok egy hóemberépítő versennyel, a kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a játékos program. A szervezet tagjai azonban szerették volna, ha rossz idő ellenére is összejönnek a nagyatádiak. Téli hónapokban az embereknek a hangulata is más, főleg ilyen zord időjárásban, ami mostani tettelet is jellemzi. Már évek ezelőtt megfogalmazódott bennünk, hogy egy olyan tevékenységet, játékot kellene kitalálni, amivel megeket tudunk kihívni a szabadba, és egy kellemes egy-két órát tudunk egymással eltölteni. A szervezők azonban egy másik programot is kitaláltak a gyerekeknek szóló verseny mellé, mely inkább azonban a felnőtteknek szól. Így született meg az első nagyatádi forradból főző verseny és kóstoló ötlete. A rendezvényt a Jókai és a Kiszeli utca közötti téren a Szánkózó domb mellett szervezik meg január 22-én délután 3 órai kezdettel. A programon bárki részt vehet, akár csak a főző versenyen is. Ez utóbbira a helyszínen lehet nevezni délután 2 és 3:43 között. Mondhatom, hogy ez egy városi rendezvény, de az alapötlet, gondolat és a szervezés az a Prolog Alapítvány részéről indult, illetve jó magam, aki az alapítványban is tevékenykedem. És tehát nekünk a feladat a Prolog Alapítványnak a vállalása is, hogy a városon belül támogassa és kezdeményezzen különböző rendezvényeket, programokat és egyéb beruházások megvalósulását. A verseny ideje alatt lehetőség lesz bárkinek az alapítvány részére támogatását vagy vállalását átadni. Erre megfelelő lehetőségeket fogunk biztosítani. A főzőverseny feltétele, hogy minden résztvevő két borral indulhat, melyet már otthon is ízesíthetnek a versenyzők. Azonban a szervezők is biztosítják a helyszínen a forradból főzés lehetőségét. Az ízesítés teljesen szabadon választott, tehát más megkötöttség nincsen. Egy háromtagú zsűrit állítottunk föl, akik el fogják bírálni a versenyborokat. Három helyezett és egy külön díjat fogunk kiosztani, de minden résztvevő részére szeretnénk egy emléklapot átadni. A versenyre bárki ingyen nevezhet. Azok, akik ellátogatnak a rendezvényre, a versenyzők boraiból kaphatnak kóstolót. Én ajánlom a nagyatádiak részére
hogy az időjárástól függetlenül pár 10 percre, fél órára vagy egy órára sétáljanak el a Jókai Kiszel utca közti szabad területre, és kóstolják meg a versenyen résztvevő forralt borokat. Mindkét programból hagyomány szeretne az alapítvány teremteni. A szervezők bíznak abban, hogy jövőre már az időjárás is megfelelő lesz ahhoz, hogy a gyerekek hóembert építhessenek, míg szüleik a forró italokat készítik el. Adásunkkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várjuk a már megszokott elérhetőségeinken, a 0630 342 00 92-es telefonszámon, leveleiket pedig a nagyatadi.vtv@freemail.hu e-mail címre küldhetik. Műsorunk visszanézhető az interneten is. Az adás hátralevő részében a 2016-os év második negyedévének legfontosabb eseményeit tekinthetik meg 3,5 órában. Maradjanak velünk a képernyők előtt, mert ez rólunk szól. Tartsanak velünk a jövő héten is!